Csak szerkesztő. A főszerkesztőként megmaradt Ignantus továbbra is, és 60 Lajos továbbra is pénzelte a... Szóval ők szerkesztő? Valics Mihály és Móricz Ignantus. A két szerkesztő páros nem igazán alkottak egy jó páros. Ugyanis azt kell tudni róluk, hogy Móricz Ignót abszolút gyakorlatias emberke, Babics Mihály pedig inkább egy ilyen filozófikus alkat. Na most Móricz Ignót azt gondoltam, hogy hát ugyanlát mindenkinek ő szponzor. Minél több embert meg kellene szólítani, minél több szerzőt, minél több fiatal szerzőt be kell vonni alapba, azért, hogy minél többen megvásárolják alapot. Tehát tulajdonképpen olyan műveket emelt volna be a nyugatba, amivel lehet, hogy a színvonal csökkent volna, viszont több lett volna az előfizető, és több pénz jutott volna a szerkesztői gárdára. Ezzel szemben Babics Mihály azt mondta, nincsen szükség mindenféle jövment emberre, igenis tartsuk meg a színvonalát alapnak. Még akkor is, hogyha anyagi nehézségekkel küzdünk. Tehát mit gondolnak, mi az eredménye ennek a különböző világnézetnek? Összeveztem. Jól összeveztem. Ez kiszállt. Bunyó. Mit gondoltak, kiszállt? Móricz Ignót kiszállt a labból. Ő egy saját labot indít, ezt majd Móriczt elrabolni fogjuk. Babics Mihály viszi tovább a labot, tehát 1933-tól egészen a haláláig, 1941-ig Babics Mihály szerkeszti tovább a lapot. Jó? Ugyanúgy Ignatusz marad a főszerkesztő, 60 pénzeli a lapot, és ahogy mondtam, nem ő valami... Azt hiszem, hogy közgazdász volt, meg földbirtokai voltak. A fenyő még Samár akkor kiszállt alapból, amikor Osmánt meghalt. Jó? Ugye 41-ben meghal Babics. Tehát 41-ben meghal Babics Mihály, és onnantól fogva 1941-től 1944-ig Magyar Csillag elnévez. Magyar Csillag névez. I és Gyula szerkeszti még 3-4-ig. Jó? Tehát. Ez a négy korszak jelentős a nyugat életében. Ezeket a korszakokat tudni kell észállni, szerkesztőkkel együtt. Nem tud kérni. Banana. A miniature. Na kérdezik. Még egy utolsó pontot írjunk rá.